található benne egy régi agregátor, ez még az autóhoz érkezett. ...2006 óta szolgálja a bátaszéki önkéntes tűzoltókat, ez az 1979-ben gyártott autó. Évente több tucat bevetésen vesznek részt vele, így a kocsi igazán a lánglovagok szívéhez nőtt. Most mégis úgy döntöttek, megválnak tőle, ennek pedig egészen különleges módját választották. Ez egy nagy büszkeségünk, ez a Mercedes 813-as. Annyit kell tudni, hogy ez egy 1979-es gépjármű fecskendő. Azt gondolom, hogy az akkori csúcs technológiával felszerelt, hiszen már van rajta egy gyors beavatkozó is, ami tűzoltásoknál nagyon-nagyon hasznos tud lenni. A magáról, az autóról annyit kell tudni, hogy fájdalom áruba bocsájtani ezt a gépjármű fecskendőt, hiszen jelen pillanatban, ha jól tudom, Európában ez az egyetlen 813-as, ami még gépjármű fecskendőként fut. Viszont mérlegre kellett tennünk, hogy a szerelmet elengedjük, és a bátaszék és környéki lakosoknak a vagyon, illetve életvédelmét ezt egy korszerűbb technológiával csináljuk a továbbiakban. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy gyűjtőnek, esetlegesen restaurátornak ezt az autót el szeretnénk adni. Emellett gyűjtésbe is kezdtek a tűzoltók. Egy a mostaninál sokkal újabb és korszerűbb kocsit szeretnének ugyanis vásárolni az egyesületnek. A cél az tekintettel arra, hogy egy teljesen új gépjármű fecskendő nagyságrendileg 100-150 millió forint környékén van, és nyilván ez egy egyesület életébe Magyarországon nagyon nehezen elképzelhető. Mi megcéloztunk egy olyan 8, de inkább egy 10 milliós álomhatárt, amiért már egy korszerűbb, egy olyan 2000-es évjáratú gépjármű fecskendő tudnánk vásárolni. Egyelőre még plakátokat, illetve szórólapokat készítettünk. A megjelenést követően a Facebookon egyből kaptunk 50 ezer forintot. Nyilván messze van még a 10 millió forint, de feltett szándékunk, hogy vállalkozók, illetve önkormányzat bevonásával megújítsuk ezt a gépjármű fecskendőt. A bátaszéki önkéntes tűzoltók tehát nem teljesen új autót terveznek venni, hanem egy használtat, aminek az életkora nagyjából a fele mostani kocsijuknak. Egy ilyen jármű műszaki és biztonsági szempontok alapján is sokkal jobban megfelel a kor követelményeinek. Természetesen gondolok itt egy biztonságtechnikai eszközre, mondjuk egy szervó kormányra, ami ugye ebben az autóban nincs, egy biztonságosabb fékrendszerre például, illetve nem szabad elfelejteni, hogy maga a tűzoltó technika folyamatosan fejlődik, ehhez mérten folyamatosan át kell alakítanunk a málhateret, és mi már ehhez az autóhoz ilyen tekintetben nem szeretnénk hozzányúlni. 3 évvel ezelőtt történt a tartály felújítása, ebben egy 2000 literes tartály található, egy manuális szivattyúval még, tehát ezt meg fogom mutatni majd a szivattyúteret is, mert ritkán látni ilyet. A tavalyi évben a fékrendszert, illetve a kék lámpákat cseréltük ki, az idei évben a kormányi felújítás történt. Ja igen, és tavaly még az alvázvédelemre fordítottunk, de hát azért lehet látni, hogy a fényezésre is most már ráférne, ami viszont nagyon-nagyon sokba kerül. Nyilván a kollégáknak, illetve az ifjúságnevelésnek is van egy nagyon jó célzata azzal, hogyha egy újabb gépjármű fecskendőre, egy biztonságos gépjármű fecskendőre tudnak beülni. Mert hogy a bátaszéki tűzoltók a vállalt szolgálatuk mellett komoly szerepet vállalnak a helyi fiataloknak szóló programok szervezésében és lebonyolításában is. A kocsi tehát sokszor akkor is használatban van, például oktatási céllal, ha éppen nem kell vele balesethez vagy tűzhöz vonulni. Nagyságrendileg olyan 30 káresetnél vesz részt, ez ugye, mint említettem, 2006 óta van nálunk, tehát nagyságrendileg egy olyan 200-250 bevetésen van túl velünk. Nagyságrendileg 212 négyzetkilométeren teljesítünk szolgálatot önkéntes tűzoltó egyesület lévén ezzel a gépjármű fecskendővel. Ha valaki tehát kedvet kapna ahhoz, hogy egy több mint 40 éves végig karbantartott, sok életet megmentett tűzoltóautó felújításába kezdjen, akkor keresse meg a bátaszéki önkéntes lánglovagokat.